Borbély Balázs, tehát az Eto új vezetőedzője, Credobus Mosamagyaróvár, Eto FC Győr a Merkantil Magliga 30. fordulójában. Az óváriak az utolsók, és ha ma nem nyernek, akkor már matematikailag is kiesnek. Nekünk pedig nincs más lehetőség, mint hogy nyerni kell. Tiszta fehérben a Mosamagyaróvár, tiszta zöldben az Eto csapata, Vera. Legutóbb visszakerült a csapatba csereként, és nagyon jó benyomást tett, azt gondolom, mindenkire. Bumba teszi jól tovább, Skvarka teheti középre, élesen lövi be, és a kapusé a labda. Lefelé csapódik, és ki tudja szedni azt. Slakta Balázs, zseniális szabadrugás volt, és parád és védés. Itt most akár meglehetett volna az első gól. Nagyon jól lőtt el Paul Anton. Vera most 22 méterre a óvári kaputól, és a leghátsó ember, a Gyurákovics kapus nem számítjuk. Egy szép átlövés, gól! Mekkora gól, Boszkilia! 10. perc a mérkőzésen, és megvan a vezetés. Óriási gólt lőtt Boszkilia. Borbély Balázs pedig mutatja, hogy ki hova, milyen pozíciót vegyen föl. Hát sok csatát megélt ő. Játszott a Dacban, a Petrzsalkában, játszott a Bajnokok Ligájában is. Csapatkapitányként, aztán légiósként a Kaiserslautern, a Temesvár, illetve a ciprusi Limassol csapatában. 15-szörös felnőtt válogatott, és 44 évesen kapta meg az Eto irányítását. Ott a második! A 17. percben megvan a második gólja a csapatnak. A gólszerző pedig nem más, mint Claudio Bumba. 2-0 így Mosamagyaróváron most már az állás. És ez azt jelenti, hogy egyre magabiztosabb a csapat. Csontos lopja a távolságot, aztán lövi el, ez is bent van! A második gól szinte ugyanonnan, Csontos Dominik, 3-0 mérkőzés állása. Lopta befelé a távolságot, és előtte, és ez is bent van. Nem telt el a mérkőzésnek az egynegyede, és már is 3-0 az állás. Jó labda ki a szélre, Szendev teheti középre, Bodol érkezik, és Csók elől vágja ki. Lehet, hogy most pont ezért inkább középre éveljük, mert több ember sikerült kivenni onnan a bolyból. Ott egy csúsztatás, ott a fejes gól! 33. perc, és megvan a negyedik gól. Hogy szépen vagy Bumba a gól szerz, azt megmondom őszintén, nem tudom. Lehet, hogy Bumbáról ment be végül is állóba a labda. 4-0 az állás, ahogy Győrben ősszel, most is pillanatok alatt eldől a mérkőzés és a 3 pont sorsa. Vera teszi tovább. Skvarka, remek hűvratás, Bumba, az lett a harmadik gólja. Ott hagyta a jobb lábás Lakta Balázs, és ki tudta tolni szögletre. Nagy játék volt ez is. A szabadrugás Gyurákovics tolja fölé. Ruiz betegség miatt nem lehet ma itt. Gyurákovics jól helyettesíti, de igazából nem tették még nagyon próbára. Lukics közben helyzetben, egy finom cser befelé, Bumba lőhet, és aztán a védőről pattan ki a labda. Itt lehetett volna az 5. gól, de még nem szabadult fel az óvári kapu. Wingler finoman gurítja középre, ezt honnan szedte ki a kapus? Skvarka lőtt még, és Lakta Balázs valahogy kipecázta onnan. Vera, Skvarka. Vera kapja vissza középüt, ketten, ott az ismétlés, és bent van! Gólszerző Farkas Balázs! Na Bazsi, hát így kell visszatérni. Ez az 5. A szurkolók őt éltetik. És hát ha van valaki, aki nagyon megérdemelte, hogy így térjen vissza, az pont ő, hiszen óriási szíve van. Jobb oldali beadás lehet itt a vége. Egy perdítés, óriási védés Gyurákovicstól, és az ismétlés pedig kiadja Kapornai. A szépítő gól szerezhette volna meg a Mosamagyaróvár, de nincs szerencséjük. Gyurákovics pedig szenzációs. Vastapsot kapnak a csapattagjai, azt gondolom, hiszen megnyertük a mérkőzést. Credobus Mosamagyaróvár, Eto FC Győr 0-5.